Ma délután helyezték örök nyugalomra a kecskeméti református temetőben dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház múlt héten elhunyt főigazgatóját. A temetés előtt gyászmisét celebrált a piarista templomban dr. Bábel Balázs érsek. A szertartásokon több ezeren rótták le a kegyeletüket. Búcsúzásképp a református temetőben díszőrséget álltak az elhunyt munkatársai, majd az osztályvezető, részlegvezető főorvosok és sebész kollégái váltásban tisztelegtek emléke előtt. Igazgató úr, főorvos úr, Mihály testvérünk, amikor számadásodat elmondhatod, hogy odafigyeltél a betegekre, emberséges tudtál maradni a szakmádban, tudtál egyedül érezni azokkal, akik kiszolgáltatottak voltak és valami gondjuk volt. A kecskeméti gyászolók mellett sokan érkeztek a fővárosból. A Magyar Kórház Szövetség elnökségének szinte minden tagja eljött. De a megyei kórházak, intézmények igazgatói, országgyűlési képviselők is részt vettek a szertartáson. A szülői háznak nem a számolhatatlan anyagi javaiból kapott sokat, de a szorgalmából és becsületéből, fegyelmezettségre és kötelességtudatra nevelő példájából egy életre gazdagodott. Tudást kapott, és a tudáshoz vezető útra szorgalmat, mely elvehetetlen gazdagsága lett. Az egyházi búcsúztatást követően elsőként dr. Kástler Miklós emberi erőforrások minisztere méltatta a dr. Svébis Mihály életében elért eredményeit. Svébis Mihály szerető családapa volt, szerető férj, kiváló orvos, példaképe tanítványainak és példaképe kollégáinak, intézetvezető, akinek főigazgatósága alatt az intézmény töretlenül fejlődött, és elért egy olyan magas színvonalat, ami emlékeim szerint 30 évvel ezelőtt reálisan senki nem számíthatott. Az elhunyt főigazgató vezetésének idején köszönhetően a remek szakmai irányításnak a Bács-Kiskun megyei kórház egyetemi oktatókórházzá vált. Dr. Svébis Mihály Kecskemét számára jóval több volt, mint intézményvezető, emelte ki gyászbeszédében Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Az őrangyalunkat veszítettük el haláloddal. Példakép voltál életedben, halálod után is az maradsz. Svébis Mihálynak szívügye volt Kecskemét. Az itt élők sorsa, jövője. Maradandót alkotott, egy olyan szellemiséget, világlátást adott nekünk, amely megerősítette nem csak testben, hanem lélekben is a közösségünket. Dr. Svébis Mihály sebészi szakmája mellett főigazgatóként, vezetőként és emberként is nagyszerűen helyt állt az életben. Egy intézménygyászol, munkatársak, betegek, mind akik ismertük, akik szerettük, mind akik életünket, gyógyulásunkat neki köszönhetjük. A legkiválóbb, legjobb főigazgatót, főnököt, orvost, sebészt, barátot, embert veszítettünk el. 16 évig volt intézményünk első számú vezetője. Földi léte utolsó napjáig irányította a kórházat, szellemiségével pedig mindörökké. Pótolhatatlan veszteség. A gyászszertartást követően indult el a gyászmenet a ravatalozóból, majd a sírnál folytatódott a szertartás. Miközben végső nyughelyére került, dr. Svébis Mihály katolikus és református énekek és imádságok váltották egymást.